A víz ZRT működési területe az évek során folyamatosan bővült, ma már 87 település tartozik a cég szolgáltatási területéhez. A társaság munkatársai már tavasszal felkészültek a lakosok nyári nagyobb vízfogyasztására. A műszaki felülvizsgálatokat és az esetleges hibajavításokat már hónapokkal ezelőtt elvégezték, így jelenleg is fennakadás nélküli a víz szolgáltatása. A vízfogyasztás, ugye egy kicsit rapszodikus a mert jön egy melegebb időszak, aztán esik egy kis eső, tehát nem igazából az a tartós kánikula, amiről beszélhetünk, de ez okoz azért némi vízfelhasználási növekedést. Ez az arány körülbelül 20%-os növekményt jelent, hogy számokkal támasztam alá, 20 ezer köbméter körül van a napi vízfogyasztás a Nyíregyházának, illetve a Nyíregyházi vízellátó rendszernek, Jelenleg az elmúlt hétvégén 24.200 köbméternyi vizet adtunk a városnak. A nyírségvíz nyíregyházi rendszeréhez 27 település tartozik, a megyeszékhely ivóvíz ellátását pedig három nagyvíztermelő telep biztosítja. A Paszabi, Kótai és Nyírteleki központokat is ellenőrzik ebben a helyiségben, valamint a 800 köbméteres Szarvas utcai vízszornyot is figyelik. A képernyőn a Szarvas utcai víztorony látható. Ezzel is bizonyítható az, hogy jelenleg is stabil a városvíz ellátása. Jelenleg a tornyunk 80%-os töltöttségi szinten látható. Nyíregyházen hosszú évek óta nem volt vízkorlátozás, és a kánikulában tapasztalt megnövekedett vízfogyasztás sem okoz majd problémát, hiszen a nyírség víz jóval meghaladja a fogyasztói igényeket.